Figyelmet szeretnék kérni, egy kis hangerőt is. Nekem nem kell. Szeretném mindenki, ha ide fáradna, és hogy el tudjuk kezdeni a megnyitót. Köszönöm. Köszöntöm a Faddi Sportegyesület gyermek és felnőtt tagjait, szülőket, nagyszülőket és minden kedves meghívott vendégünket. Külön köszöntöm a Tolna megyei labdarúgó szövetség elnökét, Paksváros polgármesterét, Süli János urat. Köszöntöm Bényi Dávidot, Fad nagykőség alpolgármesterét is. Amikor készültem a rövid beszédemre, az első dolog, ami eszembe jutott, hogy nem gondoltam volna. Nem gondoltam volna, hogy eddig eljutunk két év alatt, amikor egy hazai edzőmeccset figyelve ültem az enyhén elkorhadt padon, és a mérkőzés végén odajöttek hozzám a játékosok, és kérték, hogy legyek az edzőjük, és később a szakosztályvezetőjük. Akkoriban nagyon kevés játékossal rendelkeztünk, és az infrastruktúra is rendkívül szegényes volt. Jellemző arra az időszakra, hogy az első hazai edzőmérkőzésünkön az ellenféltől kellett labdát kölcsönkérni. Elkezdtük a munkát, és álmodoztunk. Álmodoztunk jó minőségű pályákról, felújított öltözőről, melléképületről, műfüves pályáról és sok-sok focistáról. Nem gondoltam volna, hogy ez az álom ilyen gyorsan teljesülni fog, és két évvel később egy teljesen felújított öltöző, új melléképület és egy műfüves pálya avatóján állunk majd. Időközben 9 csapatunk szerepel eredményesen a különböző bajnokságokban, és az igazolt játékosok létszáma egészen pontosan 137 főre növekedett. Ezt a számomra is hihetetlen eredményt csak is csapatmunkával lehetett elérni. A mai nap a példa arra, hogy igaza volt Golf Széchenyi Istvánnak, egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. Nálunk sokan voltak, akik segítették megvalósítani a lehetetlen. Őket szeretném most felsorolni. Remélem, hogy senkit nem hagyok ki. Köszönöm az önkormányzatunknak, képviselő uraknak, polgármesterünknek, alpolgármesterünknek azt, hogy a pályázatokhoz szükséges önrészt biztosították részünkre, és minden felmerülő problémában a segítségünkre siettek. Köszönöm a különböző vállalkozásoknak és tulajdonosaiknak, Málerbau Kft. Mikós Levente úr, Szólió Kft. Alcsó Gábor úr, Lóker Zrt. Tóbi Balázs úr, Sió Transz Kft. Rábocki Péter úr, Ecoline Zrt. Német Tibor úr, akik a társasági adójukkal segítették céljaink megvalósulását. Köszönöm a tervezőnek, Hetz Szilvia Gabrielának és feleségemnek Timinek, akikkel közösen megálmodtuk ezt a szép épületet, és a kivitelezőnek, HGT Invest Kft.-nek, akik magas színvonalon a megrendelő igényeit maximálisan teljesítve végezték el a kivitelezést. Köszönöm a csapatok tagjainak, akik az építkezés során szükségessé vált, kétkezi munkából kivették a részüket, külön kiemelve a serdülő és a női csapat tagjait, és azokat a játékosokat, akik az első hívószóra azonnal jöttek és mindig segítettek. Köszönöm Dömötör Zoltánnak az áldozatos munkáját. Egy tapsot szerintem nagyon. Aki az építkezésen folyamatos megrendelői jelenlétet biztosított. Szintén köszönöm pályázatírónknak, Ciráki Tamásnak, és könyvelőnknek, Videmanné Marika néninek, Márkus János úrnak, hogy a pályázatokhoz kapcsolódó rengeteg adminisztratív feladatban segítettek. Köszönöm Mirágyel László úrnak,
aki az épület pályázatának az előkészítésében nyújtott segítséget. Köszönöm. Bordes József és Antus Zsolt uraknak is köszönöm, hogy finanszírozták a családi napra készített pólóknak a megvásárlását. Köszönet jár a Fodor családnak is, akik a sok segítség mellett még a mai ebédünkről is gondoskodtak. És akkor tapsoljunk. És Tokker Antal úrnak is megköszönöm a támogatásokat és azt, hogy ma is hideg sört ihatunk. Köszönet jár edző kollégáimnak, Nyirati Kingának, Folk Renátának, Gerendai Gábornak, Gyenis Mihálynak, akik magas színvonalon foglalkoznak a gyermek és a felnőtt játékosainkkal. És még egy gondolat, a legfontosabb mindezek ellenére mégis az, hogy az egyesületünk tagjai, kicsik és nagyok, élettel töltsék meg ezt a gyönyörű létesítményt, mert a legnagyobb öröm számunkra az, ha délutánonként tele van a pálya gyerekekkel, felnőttekkel, fiúkkal, lányokkal, szülőkkel, akik játsszák és szeretik ezt a csodálatos sportágat, a labdarúgást. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet! És akkor megkérem Bény Dávid urat, hogy mondja el köszöntőjét. Köszönöm szépen! Mivel nagyon meleg van, ezért nem beszélnék nagyon hosszan és sokat. Nem is készültem beszéddel, de úgy hiszem nem is kell beszéddel készülni, hiszen ha körülnéztek, akkor ez az egész, ez látszik, hogy itt mi készült. Gyakorlatilag Tamás ugye elmondta, hogy ez honnan épült fel, és az a legjobb, hogy ez nektek készült, csak nektek. Nagyon jó látni azt, hogy délutánonként ennyien vagytok itt kint, ennyi gyermek, a legkisebbtől a legnagyobbik, és mindenki teljes beleadással focizik, akár meleg van, akár eső van. Ha kell jönni segíteni Tamásnak, első szóra jöttök segíteni. Gyakorlatilag olyan közösséget alkottok, amire a faluban szerintem nincs más példa. És elmondanék egy történetet, nagyon rövid lesz, ígérem. Ugye a műfős pálya azt hiszem egy szerdai napon készült el, vagy keddi napon? Lényegtelen. Hétközben. Igen, hétközben. És másnap délután, 5 óra fele, Tamás fölhívott, hogy hát a hang egy kicsit elcsuklott, hogy azonnal jöjjek ki a pályára, mert már jöjjek ezen a pályára. Azt hittem, hogy baj van, összeomlott, valami baj történt. Bejöttem azon a kapun, és azt láttam, hogy Tamás ott könyököl a szélén a pályának, és hát nem tudom, hogy elmondhatom, mint hogyha megtörölte volna a szemét. Tehát a pálya tele volt kisgyerekekkel, szerintem voltak fönt 40-en legalább. És egyszerűen Tamáson az látszott, hogy neki ezért csinálta az egészet, értetet csinálta az egészet. Úgyhogy használjátok egészséggel, használjátok sokat! Akkor megkérem Süli János urat, a Tolna megyei labdarúgó szövetség elnökét, hogy mondja a köszöntőjét. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Nagy öröm, hogy megint egy ilyen pálya, ahol töltözőavaton lehetünk, hisz az is jó, hogy Tolna megyébe máshol is áldoznak erre, és az is jó, mert egyre áldozni is kell. Ugye vita van az ország, hogy kellene-e, meg kell-e a focival, sporttal foglalkozni. Én azt gondolom, hogy ez a helyzet is mutatja, ahányan itt vagyunk ma, hogy igen kell, meg az is mutatja, hogy az elmúlt időszakban az Európai Bajnokság kapcsán is, tehát a emberek vágynak egy kollektív élményre, hogy együtt valamit alkossanak. Ugye ma már az APEC nem enged, hogy együtt építsük egymás házát, ezt ugye megszüntette, de itt legalább utólag valamilyen formában ezt a közösségi élményt az építkezés során is a segítséggel meg lehetett oldani. Úgyhogy a kis településeknek ez egy óriási lehetőség, hogy az önkormányzat fölmeri vállalni 1000 helyre, el lehetett volna azt a pénzt költeni az önrészt, lehet, hogy kaptak is adott esetben kritikát a település más lakóitól, akik ebben nem sok fantáziát látnak,
De én azt gondolom, hogy a merész döntéseket mindig föl kell vállalni, és ugye add is majd pályázik a városi, kisvárosi címre, és csak úgy lehet ezt elérni hosszú távon, ha maradnak lakók is a településen. És a lakók úgy maradnak, hogyha a gyerekek itt maradnak, és a gyerekek akkor maradnak itt, ha élhető feltételeket tudunk biztosítani nekik, ebbe beletartozik a sport is, és a szülők ide ki fognak jönni ezután, ha nem azt mondják, hogy ide nem engedik el a gyerekeket, mert olyan körülmények között vannak, hogy nem alkalmas arra, hogy itt eltöltsék az idejüket. Ezután azt gondolom, hogy a szülők is örömmel fognak részt venni abban, hogy a kisgyerekekből minél több gyerek sportoljon itt, és ennek a körülményét azt gondolom, hogy nagyon szépen javultak, összehasonlíthatatlan, amit volt. Ugye próbálunk Pakson is ezeken az ügyekkel javítani, ott is mindig vita van, de ott is az a fő, hogy a nagy csapat mellett kb. 300 gyerek minden nap a pályán van, itt is az lesz a legfontosabb, hogy minél több gyerek itt legyen, és az akkor valószínűleg itt is marad majd. Itt települ meg, itt fogja folytatni a munkáját, és akkor ezek a kis települések is élő települések maradnak. Úgyhogy én gratulálok mindenkinek, aki ebben a munkában részt vett. Köszönöm a meghívást is, és akkor további, hogy az üzemeltetés is egy fontos dolog, hogy ez jó állapotban fönn tudjon maradni. Ahhoz is kívánok majd erőt, meg egy kis forrást, hogy ugye ez mindig meglegyen, meg még az elképzelt álmok váljonnak valóra a bővítéssel kapcsolatban. Ilyen sportsikereket is kívánok a játékosoknak, jó egészséget, sérülésmentes játékot, és akkor legközelebb a jó meccsen találkozunk. Köszönöm a meghívást! Még egy rövid gondolat, aki szeretné megnézni belülről az öltözőt, az mostantól megteheti. Nyilván egyszerre 2-3 szememben nem fog bejönni, de sorban mindenkire sor kerül, és mai napot mindenkinek jó szórakozást kívánok. Még mielőtt az öltözőt mindenki megtekinteni, a Faddi Ese nevében szeretnének pár szót szólni. Szeretettel köszöntök mindenkit, én lettem megbízva ezzel a nemes kis feladattal. Tényleg egy percre szeretném csak még a figyelmeteket kérni, mielőtt megnézitek az öltözőt. Tamásékhoz szeretnék szólni elsősorban, ahol szeretnénk megköszönni a Faddi Labdarúgó Egyesületnek, legfőképpen Pida Tamásnak és kedves családjának a kitartó munkájukat, valamint elszántságukat, amivel azt sikerült elérniük, hogy a nézőink újra hinni kezdtek bennünk, illetve a körülmények adott a lehetőségeink is kibővültek. Tehát igazából még egyszer csak szeretnénk megköszönni 2 év kitartó munkáját, ezeket a körülményeket, hogyha valaki elmegy a pályánk előtt, akkor örömmel néz le, mindenki szívesen jár ki a meccsekre, úgyhogy szerintem egy nagy tapsot a Tamásék is megérdemelnének. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok a mai naphoz.